egy 400 éves székesegyházat is megtöltöttek Mexikóvárosban az Egyesült Államok felé tartó latin-amerikai migránsok. A katolikus egyház csak néhány napig tudja ellátni a bevándorlókat. A városba ugyanis minden nap újabb százak érkeznek. Mindenki Amerikába menne, miközben ott már a nagyvárosokban is egyre nagyobb problémát jelent a bevándorlók elszállásolása. Migránsok sátrai töltik meg a mexikóvárosi Mária mennybe menetele székesegyház előtti teret. A néhány hónapja létrejött sátorvárosnak megközelítőleg 1000 lakója van, a legtöbben venezuelai és haitii migránsok. Rettenetes a bűz, nincs víz és mindenhol patkányok vannak. 20 ember él egy szobában, 3 hónapja így élünk, mondta egy venezuelai migráns. Vannak, akik csak néhány napig maradnak, majd vonattal indulnak tovább az Egyesült Államok határa felé. Mások viszont a menekültügyi eljárásoknak megfelelően addig várnak, ameddig időpontot nem kapnak a hatóságoktól, hogy elbírálják a kérelmüket. Ez egy hosszú hónapokig tartó folyamat. Letöltöttük az előírt mobil applikációt és regisztráltunk, hogy időpontot kaphassunk. Addig itt vagyunk a szabadban a gyerekekkel, mondta egy nő. A mexikói hatóságok nem igazán tudnak mit kezdeni az országon keresztül haladó tömeggel. A bevándorlók ellátásának terhei gyakran a segélyszervezetekre hárul. A katolikus egyház a több mint 400 éves múltra visszatekintő székesegyház épületébe is beengedi a bevándorlókat. A mexikói uralkodók hagyományos koronázó templomában minden nap migránsok százainak biztosítanak ételt és fekvőhelyet. A templomban átlagosan 3-5 napig terjedően tudjuk elszállásolni az embereket, mondta egy pap. A férfi szerint az épületben jelenleg mintegy 700 migránsról gondoskodnak, de előfordult már, hogy 1300-nál is több embernek adtak menedéket. Az Egyesült Államok nagyvárosaiban is egyre nagyobb problémát jelent a bevándorlók elszállásolása, ráadásul a már itt élők szerint a szabályok nem egyértelműek, és az újonnan érkezőknek kedveznek. Évek óta élek az Egyesült Államokban, és nem értem, miért kezelnek minket másképp, mint az újabb bevándorlókat. Aki most akar itt letelepedni, annak minden lehetőség adott. A hozzám hasonlóan korábban érkezetteknek viszont nem akarják kiadni az okmányait, panaszolta egy Floridában letelepedett férfi. Az Egyesült Államok és Mexikó határán idén rekordokat döntő migrációs nyomás ellenére a jövőre tervezett amerikai költségvetés nem kiemelt problémaként, hanem a katasztrófa elhárítási ügyekkel egyben kezeli az illegális bevándorlásra szánt forrásokat. Ez csak a töredéke annak az összegnek, amivel Washington a jövőben Ukrajnát támogatná.